21 évnyi építkezés után elkészült az új református templom és közösségi központ Nagykárolyban. Hogy mennyire várta ezt a helyi közösség, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az építkezés ideje alatt a félkész falak között tető nélküli számtalanszor tartottak itt istentiszteletet, esőben és hófúvásban egyaránt. A több évtizedes kitartó munka viszont meghozta gyümölcsét, használatba vették a modern stílusban megálmodott Calvin központot. 48 gyerek jár Nagykároly legjobban felszerelt új óvodájába. Itt játék közben a keresztény értékrend mellett a magyar identitást is próbálják átadni a gyerekeknek. A református óvoda már egy éve működik. Ezt az épületszárnyat a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak köszönhetően sikerült hamarabb felépíteni. A tanintézmény ugyanis része annak az épületegyüttesnek, amely templomot és közösségi központot is magába foglal. Ezt a hitéleti komplexumot már 1995-ben megálmodták Nagykárolyban, amikor az addigi egységes református gyülekezetet két részre osztották. A kertvárosi gyülekezet már akkor elkezdte a munkálatokat egy saját templom építésére a hívek adományaiból, és bár sokan nem hittek benne, hogy valaha is összegyűl a pénz, a kertvárosi református gyülekezet lelkésze, a közösség mozgatórugója mindvégig biztos volt abban, hogyha lesz elég hit a közösségben, akkor Isten megteremti a lehetőséget az anyagi források elérésére is. Azt tapasztaltuk, hogy közben, miközben tégláról téglára építjük a templomot, valahogy úgy hozta az Úristen kegyelme, hogy a gyülekezet is épült. A gyülekezet is erősödött hitben. Látható jelei voltak annak, hogy az emberek egyre közelebb és közelebb kerültek a közösséghez, egymáshoz, és hát ennek köszönhető is az a végeredmény, amelynek ma szemtanúi volt körülbelül 1000 ember. A templomavaton kicsinek bizonyult az épület, sokan kintről hallgatták az áhítatot. Az ünnepségen Csüri István, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke arról beszélt, hogy az Úr hajléka azért van, hogy akik oda érkeznek, részesüljenek a fentről jövő erőből, aztán pedig később továbbadják másoknak is. Ha nem is abban nyilvánul meg az élni akaró gyülekezet, hogy a templomba járás száma nagyon megugrott, bár megugrott a 89-es események után, igaz, vissza és csappan, viszont olyan közösségi kapcsolódások vannak, támogatások vannak, amelyek arról szólnak, hogy igenis ez az élet működik, erre az életre mi is odafigyelünk, és én nagyon örülök annak, hogy gyülekezeti tagjaink is érzik ennek az értékét. Az, hogy 21 év után sikerült befejezni az 1600 négyzetméter alapterületű Calvin központ építését, a magyar kormánynak is köszönhető. 350 millió forinttal támogatták a beruházást. A gyülekezet viszont ezután sem dől hátra, mert az a cél, hogy folyamatosan élettel töltsék meg az óvodát, templomot és közösségi tereket.